Üdvözlök mindenkit, Lakatos Péter vagyok, és ez a Kortanul Podcast. A vendégem Pölt Ákos. Szia Ákos! Szia Péter! És majd kicsit kilépünk a testedzés és az étrend világából, és átlépünk egy másik világba, az a virtuális világ egy picit, ugye? Azt gondolom, hogy ez lesz ma inkább a téma. Igen. Azért hozzá kell tenni, hogy túl azon, hogy ha jól emlékszem, akkor okleveles közgazdász vagy és kommunikáció szakon végeztél meg egyebek, de azért ugye mi alapvetően a közelharc oktatással kapcsolatban találkoztunk egymással, hát nagyon régen. Nagyon. Igen. És akkor ehhez képest ugye van egy másik, hát kvázi irány ennek a, akkor ne is közelharcnak, hanem önvédelemnek nevezzük. Ugye ez a hogyan védjük meg magunkat és másokat a neten, vagy a neten történő esetleges agresszió ellen. Egy kicsit mesélj nekünk erről, mert ugye mi, akik esetleg te még nem, de mondjuk én, aki már 50 fölött van, ugye én vagyok az a csávó, aki mondjuk bekapcsolva felejti a mobiltelefonján a lámpát, vagy ami ez a zseblámpa funkciót, és akkor ugye világít a zsebem, és akkor a kislányom kivesz a zsebemből, és akkor lekapcsolja, és annyit mond, hogy micsoda egy boomer vagy, daddy. Szóval, hogy nekünk milyen lehetőségünk van arra, hogy értsük egyáltalán, ugye akár nagyszülőként, szülőként, hogy mi történik ebben a virtuális térben? Igen, jó kérdés egyébként. Alapvetően ugye én mindig azt szoktam feltenni, hogy tudjuk egyáltalán, hogy mi történik a digitális térben, és akkor ugye mindenki válaszolgat rá, főleg amikor gyerekeket nézzük itt most, ilyen téren, tudjuk-e, hogy egyáltalán ott mit csinálnak, mi történik ott velük, és mindenki azt mondja, hogy hát tudom, azt utána a végén rájön, hogy nem tudom. Konkrétan fogalma sincs. És innen indul a dolog. Egy kicsit, ha hadd lépjek vissza egy-kettő, tényleg onnan, te felvezetted, hogy onnan ismerjük mi egymást, és hogy jött egyáltalán ez az egész vonal. Ugye én is elég régóta, még ugye a Krav Magánál kezdtünk, mi együtt onnan ismerjük egymást. Én azóta nagyon sokat foglalkoztam, én is közelharccal, és nagyon nagy szeretetem. Tehát ez a ikrek lévén ez egy ilyen kettős egyéniség, ugye van ez a közelharc, meg ez a vonal, illetve én ugye, ahogy mondtad is, én közgazdászként végeztem alapvetően kommunikáció, marketing szakirányon, és én ugye az elmúlt, hát ilyen 15-20 évemet azt különböző ilyen blue tech cégeknek a kommunikációjával, stratégiai kommunikációjával, közösségi média kampány dolgokkal töltöttem. Ugye eleinte klasszikus PR volt, aztán közösségi média. És ugye itt a közösségi médiába töltöttem bele ebbe a dologba, hogy egy idő után átfordult mindenki a sajtóközlemények helyett, ugye kampányokat akart a Facebookra, ugye előtte még a MySpace-re, meg egy csomó minden ilyen ugye dolog volt, hogy itt szépen váltották egymást. És ugye én nagyon sok, a közelharcot, amikor elkezdtem, én nagyon sok képzés irányába elmentem, a mentális képzés irányába, ugye a pszichés részére ennek. Ugye neked ezt nem nagyon kell bemutatni, de én elvégeztem pont ezért a know-how miatt egy testőrképzőt Angliában, Londonban, hogy hivatásos papírt szerezni róla, nem mint hogyha bárkit szeretnék ez ügyben védeni, csak hogy érdekelt maga az egésznek a módszertana, hogy ott hogy, meg miként oktatják, tanítják, és akkor jött az ötlet, hogy egyre többen kerestek meg azzal, hogy tudják, hogy ezt csinálom, de hogy nekik problémát okoz, hogy nem tudják a gyerekkel, nem tudnak mit kezdeni, nem tudják, hogy álljanak hozzá az egész szituációt, azt sem tudják egyáltalán, hogy honnan fogják meg ezt a dolgot, és akkor én olyan két és fél évvel ezelőtt elkezdtem ezzel elég intenzíven foglalkozni, és elkezdtem ezt a dolgot építeni, és ez nagyjából tavaly évben kapott egy digitális önvédelem arculatot, ugye jó marketing szakember lévén valami jól megjegyezhető, meg jó beszédes nével lássuk el az egész dolgot. Mindemellett én az önvédelem szót azt alapvetően nem használom már azért az a közelharcot, mert az önvédelem az eléggé le lett degradálva nagyon sok szereplő által a piacon, mindenki önvédelmet oktat már, viszont a digitális önvédelem az egy jó kifejezés. Onnan indulunk alapvetően, hogy ténylegesen ugye a szülők, gyerekek viszonyát nézzük, és itt általában a tinédzser korosztályról beszélünk, ami egyre inkább megy lefele, tehát nagyjából a 10-11-től most már nyugodtan beszélhetünk, eddig ilyen 12-16 éves korosztályról beszéltünk, de inkább én a 10-16-17 éves korosztályt szoktam mondani, hogy ez a kamaszok vagy a tinédzser korosztály, és itt alapvetően arról beszélünk, hogy milyen módon tudjuk őket szülőként megvédeni a közösségi médiában. És ugye innen indul az egész dolog, és innen jön az első kérdés, hogy meg
tudjuk-e védeni őket alapjában véve. És a digitális önvédelemnek erre a különleges koncepcióra építettem fel, és ez egy, úgy is szoktam mondani, ez egy komoly paradigmaváltás, mert én azt mondom, hogy nem tudom megvédeni a gyereket. Képtelenség. Képtelenség volt állni mögötte 24 órában. Elkérheted a jelszavát, de nem fogsz el semmit érni, mert van még három másik ökántja, ahol csinálja ezt meg azt, tehát hogy igazából képtelenség ezt megtenni. Ha fel akarod vértezni magad a tudással, akkor azt szoktam mondani a szülőknek, pedagógusoknak is, hogy lépjél ki a munkahelyedről, és akkor napi 24 órában 5 platformot üzemeltes párhuzamosan, és ugyanúgy, mind a gyerekek, tehát nyomjad ezt a 7-8 képernyő órával az egészet, és akkor sem fogsz tudni odaütni a gyerekeknél. És ezért szoktam azt mondani, hogy nagyjából egyetlen módon tudjuk a gyerekeket megvédeni a neten, hogyha olyan készségszintű tudással, olyan képességekkel ruházzuk fel, ami által saját maguk fel tudják ismerni az ilyen veszélyhelyzeteket, megfelelően tudnak reagálni, meg tudják védeni magukat, és hogyha olyan mély dologba kerültek bele, akkor nem árulkodásnak véve segítséget kérnek mondjuk felnőttektől. Mm. És ez az egész koncepciónak az alapja. Nem titok, hogy a közelharc múlt és a pszichológiai, pszichés dolgoknak a tanulmányozása után én azért nagyon komolyan próbálom abba az irányba vinni a készségszintű tudást, mint a közelharcnál, hogy igenis itt egy magas stressz helyzetről beszélünk, és egy magas stressz helyzetben nem úgy működik az ember, mint mondjuk egy normál edzőtermi környezetben, vagy éppen a barátjaival beszélgetve. Tehát amikor stressz alatt van az ember, akkor nem éppen azok a dolgok működnek ott. Ami nincs készségszinten, az nem működik. Magyarán, amikor arról beszélünk, hogy stressz esetleg, aztán majd bármikor korrigáljál, nyilván az egy stressz lehetséges, például a gyereknél egy fórumon, vagy egy Facebook csoportban, vagy egyáltalán lapon, vagy profilon, hogyha őt elkezdik szekálni, finoman szólva. Igen. Tehát azért ez elég tipikus, ugye? Tehát mehetünk addig, ameddig ez csak szekálás, vagy ugye, ami már angol, ugye a bullying, és az már egy kicsit keményebb. Vagy ne menjünk távolabb, ugye másfél hete volt hír a Szombathelyen ez a erőteljesen csicskáztató történet. Ugye ezekről tudunk, de hát mi az, amiről nem tudunk? Mert ez hírt kapott, de hát nyilván erre 100 másik eset jut, ahol viszont nem tudjuk. Igen, az a baj, igen, tehát ezek, én mindig azt szoktam mondani, hogy vannak ilyen kirívó esetek, amiket tudunk, meg vannak olyan filmek, amiket bedobnak, mint amikor, tudod, amikor motoros baleset ellen akar kampányolni a közlekedési hatóság, és akkor ilyen össze-vissza véres ilyen végtagok, szétrepült végtagokat mutogatnak, mert hogy jó, kampány, ami elrettent. Ugyanez megvan ezen a cyberbullying vonalon is, mert látod ezeket a filmeket, ami nemrég jött ki, ez a cseh film, hogy három színésznőt, akik kiskorúnak néznek ki, és akkor mennyien rájuk kattantak, mennyi ember próbált őket becserkészni, stb. És utána mindenki odaül a gépre, hogy Úristen, az én lányomat is mindenki be akarja cserkészni, Jézusom, mi van ezzel? Hát ez nem így van, ez nagyon jó figyelemfelkeltő, meg tök jó dolog, de hogy alapvetően a mostani tudásunk alapján, meg az én tapasztalataim a sok oktatás alapján, amikor megyek és beszélgetek a gyerekekkel, alapvetően az iskolai környezetben, az osztály, iskolai környezet és a közvetlen környezetből jönnek a legdurvább ilyen támadások, tehát cyberbullying támadások. Ugye ez mindig azt szoktam mondani, hogy egy kicsit ez olyan, mint aki ismeri még ugye idős lévén én még ismerem a Legyek urát, könyvben, aki olvasta, tehát ez nagyjából ez a sztori, amikor oda gyerekek bekerülnek egy szigetre, ahol nincs ott felnőtt, és elkezdik ugye gyakorlatilag egymás ellen fordulva a legdurvább módon kikészíteni egymást, aztán jönnek a felnőttek, és megoldódik a helyzet. Hát itt is egy kicsit ugye erről beszélünk itt ebben a világban, hogy a gyerekek ott vannak hagyva, tök egyedül, ugye abban a világban én azt hiszem, hogy ők felnőttek. És azt is várják el, hogy felnőttként kezeljed, mert mind, amit az elején mondtál nekem, ugye ki gondolja azt, hogy működhet egy olyan fajta hozzáállás a gyereknél, hogy oda megyek hozzá egyik nap, és megkérem, hogy állítsa már át a csengő hangom, vagy mutassa már meg, hogy ennél az applikációnál ezt mit csináljak, mert a legalapvetőbb dolgot éppen nem tudom. Másnap meg oda megyek, és megmondom, hogy mit csináljon abban a térben, amiről nekem fogalmam sincsen. Tehát ez így nem működik egyáltalán. A gyerekek ezt
a élből visszautasítják, és innentől kezdve elvesztettük azt a kommunikációs csatornát feléjük, amivel egyáltalán bármilyen hatással lehetnénk rájuk az olyan típusú támadásokkal szemben, ami a való életben is megtörténik, akkor becserkésznek valakit. Amikor egy rosszabb pillanata van, és megpróbálják ugye ott akkor egy barátként közelíteni hozzájuk, és akkor megpróbálják megcsinálni, vagy amikor az osztálytársaik ténylegesen nagyon durván, most az én barátom vagy, most a te barátod vagyok, és akkor korábban közös képet, vagy olyan képet csináltak, amit mondjuk, amit nem is gondoltak rá, hogy akkor ez ott van a másik meccs, akkor azt elkezdik kiküldeni különböző fórumokra. Tehát igazából ugye itt alapvetően erről beszélünk, hogy itt a gyerekeknél is meg kell próbálni ugye valahogy egy csatornát nyitni. Nekem ez a fixa irám, vagy inkább ez a szent tehenem, hogy a szülő akkor tud a gyerekkel érdemben leülni, beszélni, ha van miről. Tehát ha nincs miről, akkor a gyerek le fog ülni. Mindenkinek volt már ilyen tapasztalata, nekem egy 15 éves lányom van, amikor leülök vele, és akkor elkezdi forgatni a szemét jobbra-balra, végighallgatja, amit mondok, utána elmegy, aztán mondja, hogy na, megint meg kellett hallgatni apámat. És ugye itt jön ez a dolog, hogy mi az, amit én mondani tudok a gyereknek, hogyha abban a világban én tök idegenként vagyok ott. Tehát most legyünk őszinték, mondjuk a mi korosztályunk, de még a 5-10 évvel fiatalabbak is, tehát ez a 40-es, 50-es korosztály, 35 éves korosztály, és mire használja a netet arra, hogy maximum az Instagramra kiposztol pár képet, Facebookon talán még egy csoportba írogat be, vagy ha még valaki aktívabb, akkor létrehoz egy témában egy csoportot, vagy egy page, egy lapot, és akkor ott témákról beszélgetnek, aztán ennyi. De ilyeneket, hogy Twitch, meg Live TV, meg egy csomó ilyen dolgot, amiket mondjuk az Instagram, meg a többi platform tud, azokat a gyerekek kimaxolják, hogy ők is mondják, és ezek ugye 2-3 havat újabb, meg újabb funkciók jönnek be, amit a gyerekek tökéletesen tudnak használni. Tehát igazából itt esélytelen, hogy én bármit a gyereknek tudjak mondani, és az oktatások kapcsán, amikor én is megyek oktatni, akkor egyáltalán nem beszélek például privacy-ről a gyerekeknél. Arról, hogy mondjuk hogy kell beállítani azt, hogy kiküldhet neked friend requestet, ki az, aki rád írhat. A gyerekek ezt olyan szinten tudják, hogy rögtön elkezdi sorolni. Jaj, ja, persze, ha beállítom, hogyha olyan van, akkor letiltom, hogyha újra visszajön áréven, akkor feljelentem. Hogyha nem veszik figyelembe, akkor szólok még 3 arról, ők is feljelentik, és akkor rögtön már letiltják, bannolják az ökántját. Tehát a gyerekek ezzel olyan szinten tisztában vannak, hogy csak na. Amivel viszont nincsenek tisztában, és ami egy tökéletes társalgás nyitó, vagy egy nyitó társalgás feléjük, az inkább az ő általuk használt, minden nap átélt világ mögött rejlő gazdasági mechanizmusok. És amikor erről elkezdünk beszélni a gyerekekkel, akkor ténylegesen nem azt mondom, hogy szájtátva hallgatnak, de elkezdenek figyelni, mert egy olyan dologról beszélek, ami az ő világukat érinti, amiben azt gondolják, hogy ők feketővesek, és ott náluk senki semmit nem tud jobban, és akkor elkezdünk olyan témákat feszegetni, amiről neki fogalma sincsen. Az attention grabbing economy, a dark patterns, dark web, elkezdünk ilyenekről beszélni, hogy reklámok, tartalomajánlások, mi miért történik, ki a termék, te vagy a termék, nem te, neked szólnak a reklámok, tehát hogy ilyen dolgokra elkezdünk beszélgetni, influencerek, az influencerek mögötti világ, fake news, hogy működnek, ugye a celebektől, hogyha ők a híreket. Tehát van egy ilyen jól felépített tematikus anyagunk, amit a gyerekeknek végig tolunk, és utána azt mondják, hogy hú, hát ez tök jó, ezt nem tudtam. Na most, hogyha ezt a szülő kezdi el a gyerekkel beszélni, akkor ugye ott kialakul egy párbeszéd, tehát kialakul egy olyan viszony, amikor a gyerek azt mondja, hogy hát mégiscsak tud valamit itt az öreg, meg hogy akkor mégiscsak érdemes valamire, és akkor nem beleszólni akar, amit én mondok, hanem mondjuk olyan dolgokat oszt meg, amiről eddig nem volt fogalmam, és ez tök jó. És akkor megindul egy ilyen párbeszéd. Itt aki nektek kvázi célcsoport, ezt most idézőjelbe tettem, az inkább a gyerek, inkább a felnőtt, vagy mind a kettő, hiszen ez az egész oktatás nem fog működni anélkül, hogy ez a kettő valahogy végre valami közös nyelvet beszéljen. Hát kettő fő célcsoport van, vagyis hát 2,5. A gyerek az egyik, ugye nyilván ő felé kell egyfajta ilyen képzést adni, úgy is hívjuk, hogy ismeretszélesítés a gyerekeknek. Aztán a másik célcsoport a szülők és pedagógusok. Annyiban egy kicsit más, hogy a pedagógusok felé módszertannal is mennünk el, oktatási módszertannal, tehát hogy még milyen gyakorlati dolgokkal tudják a gyerekeket kicsit állni. Egy szülő, meg egy pedagógusnak egy kicsit komplexebb a dolga,
mert neki az osztályteremben, a szünetekben fel kell ismerni, hogy miről beszélnek a gyerekek, tudni kell kapcsolódni hozzá. Hát sokkal gyorsabban kell ilyen gyors döntéseket, meg gyors reakciókat véghez vinni, a szülőnek ugye kevésbé. Tehát ez a két fő célcsoport. Alapvetően úgy is néz ki most, hogy mondjuk én például az MCC Fit programban a fiatal tehetségeket, a gyerekeket Nyugat-Magyarországon, a megyeszékhelyeken szombatonként megyek és oktatom, de mellette meg nagyon sok felkérésünk különböző iskolákból, ott is, hogy gyerekeknek tematikusan a képzést adjuk le, illetve pedagógusoknak, és sokszor a szülők is jönnek, tehát a szülők is, szülőket is összívek, és nekik is vannak ilyen típusú képzések. Bocsánat, gyorsan egy kérdés. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy mindenféle közelharc és egyéb végzettségeid vannak. Egyébként az segít abban, hogy amikor a gyerekek érdeklődését felkeltik azzal, hogy jön majd egy csávó, aki ilyesmikről beszél, tehát hogy azért ez nyilván elmondják, hogy ezzel is foglalkozol, szóval hogy ez picit segít abban, hogy nem úgy mennek oda, hogy na jön, megint egy csóka, aki majd itt benne, hanem hogy valami, mert emögött, tehát ha én 11-12 éves lennék, valami vagányságot éreznék, meg valamilyen izgalmat. Abszolút testőr, hát igen, az nagyon, tehát az úgy, főleg egy ilyen 5-es, 6-as gyerekeknél, ugye a testőről mindenkinek megvan ez a kis romantikája a filmekben, amit láttak, a testőr a kemény, aki mindent tud, meg aki pontosan tudja, hogy kell csinálni, megfelelő terve van, jól felkészült, tehát hogy ez nagyon sokat segít, tehát ez nyilvánvalóan, hogy egyrészt a gyerekeknél ez a filmekben láttam, a felnőtteknél meg teljesen őszintén megmondom, hogy ez ad egyfajta szakmai hitelességet az ő részükről, hogy mondjuk van egy ilyen külföldi egyetem által jóvágyott, tehát ez ilyen egyetemi képzés keretén belül elvégzett képzés volt, és ez így nekik ténylegesen egy hitelességet ad, mert ugye azért azt tudjuk pontosan, ezt neked meg fel nem kell mondani, hogy sok mindenki van a piacon, sok mindent mond, sok helyről jött, tehát hogy kinek higgyek, ki az, aki mond, ami tényleg valóban jó lehet, és amire érdemes rászánni az időmet. Tehát, hogy ez nagyon sokat segít, de az sokat segít akkor is például, amikor mondjuk összerak egy alapítvány a gyerekeknek egy képzés, hogy csináljunk egy 6 órás képzést, mondjuk 5. osztályos gyerekeknek, és akkor mondom, hogy hát ez majdnem a Mission Impossible kategória, mert akármilyen érdekes lehetsz egy 10 éves gyereket, vagy 11 éves gyereket, kössél le 6 órán keresztül, úgyhogy hogy folyamatosan új információkat raksz az agyába. Ott én például közben beszoktam iktatni ilyen 15-20 perces közelhasz blokkokat. Az osztályterembe széttoljuk a padokat, és akkor csinálunk egy-két ilyen tök jó gyakorlatot. Lelazulnak, fizikai gyakorlat, tetszik nekik, tényleg így jó pofa, és utána visszülünk, és az nagyon, nagyon jól, meg jól veszi ki magát, és így ténylegesen segít egyébként ezen a vonalon. De a mentális része az meg még talán még fontosabb. Ugye én nagyon-nagyon nagyra becsülöm, és nagyon sokat nézem az anyagait a Dave Grossmannek. Neked ugye meg nem kell bemutatni a Lieutenant Dave Grossman. Igen, On Killing, On Combat. És ő nagyon sok, tehát ő például egy nagyon sokat foglalkozott ugye pszichiáterként, és ezzel a témával az amerikai hadseregben iszonyatosan nagy előrelépést tudott elérni, és mindenhol oktatják az ő dolgait. És ő például nem csak a katonai hadviselésnek a mentális részébe ment mostanában már bele, hanem például a videójátékoknak a hatás, videójátékok miként hatnak a gyerekekre, ugye főként itt a fiúkról beszélünk, és nagyon-nagyon jó érthető, és nagyon jó anyagai, és nagyon jó dolgokat például rak össze ezen a téren, amit hogyha még egy kicsit le tudunk egyszerűsíteni, meg egy kicsit mondjuk fel tudjuk dolgozni, akkor a szülőknek, pedagógusoknak óriási segítség megértésében, hogy mivel állunk szemben. Itt alapvetően ugye először is meg kéne érteni, hogy miről van szó, És itt a legnagyobb probléma az, hogy én azt szoktam elmondani, hogy ez egy ilyen hármas dolog. Tehát onnan indulunk, hogy először is meg kéne érteni azt, hogy mi történik a gyerekekkel a neten. Ugye kérdőíves kutatásokból ez nem sokat ér. Tehát az, amikor egy gyerek egy iPad nyereménynek a belógatásával vagy berengetésével leírogat valamit gyorsan 5 perc alatt, vagy ha ott van a szülő mellette, és úgy kérdezik ki, teljesen más mond, mint amikor tök egyedül van. Tehát az első, hogy tudjuk egyáltalán, mi történik a gyerekkel valójában.
hogy mik azok a veszélyek, amik történnek vele. Utána szélesítsük ki az ismeretüket egy kicsit, hogy felismerjék, hogyha valami ilyesmi történik, felismerjék ezeket a dolgokat, és a harmadik az, amikor mondjuk készségszinten mondjuk ilyen bejezzük őket ilyen szimulációs drillekkel, mondjuk ilyen helyzetekben, hogy megtanulják ezeket a dolgokat mondjuk kezelni, anélkül, hogy mondjuk lefagynának, leblokkolnának egy helyzetben. És itt az első ugye legfontosabb, hogy mi történik a gyerekekkel. Én csináltam egy ilyen, hát ugye a marketing szakmából adódóan egy ilyen fókuszcsoportos kutatást, bevittem a terembe, tehát egy három iskolát, három általános iskolából kiválasztott 15-20 fős gyerekek, tehát összesen 50 gyerekkel csináltam 4 szemináriumot, aminek az volt a lényege, hogy önvédelmi technikák a gyerekekkel egy viszony kialakítása, és akkor ilyen 20 perces blokkokban meg én kérdeztem tőlük, hogy most én tanítottak benneteket, most kitanítsatok, hogy mi történik a neten. Ugye az első kérdés, tanár van itt, nincs, csúnyát mondhatok, igen. Tehát, hogy alapvetően, hogy biztosnak akartak lenni, hogy akkor, vagy ugye megvolt egy ilyen jó viszony már a fizikai dolgok kapcsán, már megvolt egy ilyen kapocs, és akkor elkezdtek mesélni. És nyilván a jéghegy csúcsa, de ott jöttek elő ezek a 4 meg 5 Instagram account. Tehát mondjuk pontosan tudom, hogy van egy Instagram account, amit mindenki láthat, a szülők is, az a jó kislányként megmutatja, hogy akkor ott van a gyerek azon. De aztán van egy privát, amiben már nem léphet be a szülő. Meg van egy olyan, ami még rosszabb a privátnál is, ami olyan, ami mondjuk nicknémen, tehát álnév alatt van ott a gyerek, és annak az a cél, hogy minél több követő gyűjtsön, mert versenyezik az osztálytársaival, hogy kinek van több követője, és mondjuk az, hogy több követő gyűjtsek, ahhoz meg ugye olyan tartalmakat kell felraknom, amiért jönnek oda, és akkor itt jönnek ugye már a kicsit lengeruhás fotók, meg a tényleg ilyen menő szexinőként próbálok pózolgatni olyan típusú fotók, tehát a lányoknál alapvetően ez a probléma, de ez egyik probléma. De mondjuk előjött olyan is a kutatásban, hogy virtuális banda, tehát életemben nem hallottam még, addig pedig már sokat foglalkoztam vele, hogy messenger, nem az van, majd lemegyünk a parkba, vagy a játszótérre, és akkor ott bandázunk, hanem fenn a messengerben mondjuk egy csoportban. Ott a band, és megvan az ukán skill, vagy akkor kit kell mondjuk most támadni, meg kit kell mondjuk a virtuálisan csesztetni. És akkor még, de aztán voltak még olyanok is, amit nem tudom, te hallottad-e például a chat alternatív nevű. Ez például egy olyan chat szolgáltatás, hogy a gyerekek azt mondják, egy sima egyszerű chat szolgáltatás, a gyerekek azt mondják, hogy chat, egy olyan chat, ahol random emberekkel tudsz beszélgetni, és az a random emberekkel beszélgetés az úgy néz ki, hogy még minden második chat az arról szól, hogy két mondat után kap egy péniszről egy képet mondjuk a gyerek, vagy egy felkérés valami szexuális dologra, tehát hogy nagyon brutális, lecsukják, meg lezárják, de amikor mondod a chat alternatívot a gyerekeknek, akkor egyből elkezdenek ott összenézni, meg kuncogni, tehát abból lehet látni már, hogy voltak ott, nyilván ki akarják próbálni ezt a dolgot. Tehát, hogy nagyjából ugye ez például az első része ennek az egésznek, hogy fogalmunk nincs a gyerekekről, hogy mi történik. Mennyire teszi nehezebbé? Tehát amikor mi voltunk gyerekek, ott tényleg valaki beszólt valakinek, akkor nyakon lett vágva, vagy viszont. Tehát ott igazából pontosan tudta, hogy ki mire számíthat, valljuk be őszintén. Most meg mindenki MMA harcos gyakorlatilag ugye a csoportokban, és így is viselkedik, hiszen azt érzi, hogy nincsen súlya. Ugye megint csak visszautalnék erre, hogy azért egy mesterlövésznek teljesen más, hogy más az élménye mondjuk egy sikeres találatról, mint egy közelharc során egy másik katona, hát az ég és föld stresszfeldolgozásban, PTSD, stb. Tehát, az, hogy ez ilyen személytelennek tűnik, és az lehetek, aki akarok, gyakorlatilag, az mennyivel teszi nehezebben kezelhetővé az ott megjelenő problémákat? Én azt mondanám, hogy erről van külön egy szlájd, amit szoktunk oktatni a szülőknél, hogy az a legnagyobb probléma inkább, hogy a belépési szint az sokkal lejjebb került az internet által. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk egy cyberbullying akciót tehát végrehajtani egy neten keresztül sokkal könnyebb, mint valakit oda menni és elkezdeni ütni. Ugye, vagy elkezdni valakivel verekedni. Hát alapvetően ilyenek vannak, hogy alapvetően ugye a gép mögött ülve nem kell nekem mondjuk fizikailag erősebbnek lennem, nem kell mondjuk egy magasabb státuszban lennem, hogy ez jöjjön, ami mondjuk egy fizikai bullyingnál történik. Ez például egy különbség. Aztán egy óriási különbség, hogy mondjuk, hogyha valakit odamész és arcba ütsz, és mondjuk lekerül a földre, és elkezd folyni az orrából a vér, akkor megállsz.
mondjuk jó esetben, még akkor is, hogyha te egy ilyen iszonyatosan brutális valaki vagy, de akkor megállsz, akkor ott van, látod a másikat, látod az ellenfeledet, látod a sérülését. Mondjuk egy cyberbullying helyzetben ez nincs így. Ülsz a gép mögött, elküldöd a képet, ártasz neki, nem látod, hogy mondjuk olyan ott összetörve már mondjuk öngyilkossági gondolatai vannak, mert már hetek óta tart ez a dolog. Az elhúzódó sokkal inkább tart ez a dolog. A másik, hogyha mondjuk te valakit bántalmaznak az fizikailag, akkor mondjuk neked kell valami képzettség, ahogy te is mondtad. Tehát nem mehetsz oda valakihez hiába is vagy erős, kell azért valami, hogy ténylegesen meg tudjál mondjuk verni valakit. Tehát, hogy te jöjj ki a verekedés meg győztesen. Egy cyberbullying kapcsán semmiben nem telik egy alkalmazás megtanulni, sőt. Tehát ugye ott egy alkalmazás, egy használni kell azokat a platformokat, pillanatok alatt meg lehet tanulni. Tehát sokkal könnyebb, sokkal hívogatóbb mondjuk egy ilyen térben ezt megtenni, és nagyon jól össze is kötik a gyerekek egyébként, mert nem csak ez a probléma, hogy mondjuk, ahogy te is kérdezted, hogy igen, valóban könnyebb cyberbullying irányba elindulni, hanem az is a probléma, hogy ugye régen a bullying, még aki bullyingot is, bullying áldozata is lett, ugye az mondjuk kettőkor hazament a suliból, és akkor vége volt. Másnap reggel mondjuk folytatódott, de addig mondjuk ott tudott beszélgetni valakivel erről, hogy mi történik. Most ugye hazamegy, és akkor kapja tovább az Instagramon, a Messengerben, éjszaka itt ott. Tehát a gyerekeknél már nagyon sokat tudjuk, és az még pont a Dave Grossman mondott egy ilyen esetet el, amikor a nagyon jó tanuló eminens kislány a telefonját vitte be minden este, ugye minden gyerek beviszi a telefonját, mert a kifogás mindig megvan, hogy igen, de a tiéd nem, nagyon jó. Igen, nagyon jó. De mondjuk a 99% az beviszi, akinek nem engedik azt, hogy nem tudok felkelni, be kell állítani a telefont erre az időpontra, hogy a gyerekest ott benn meg pötyög a telefonján. És ott volt egy ilyen eset ott, hogy nem vették észre, hogy minden éjszaka pötyögött, folyamatosan zaklatták, és öngyilkos lett. Egy pillanatra a másikra, és ugye ez nyilván ez már az extrém eset, amikor már tényleg ez megtörténik, de hogy alapvetően a gyerekeknél nagyon nehéz, hogyha nincsen meg egy csatornánk hozzá, hogy mi történik nála, hogyan történik ez a dolog. Ugye még ez, bocsánat, ez fel is nagy, tehát hogy nagyobbnak is tűnik. Most gyerekként azért, hát nyilván emlékszünk erre, hogy az a probléma az olyan nagynak tűnik, tehát most, ha rám valaki csúnyát mond a, mit tudom, Facebookon, meg elküld valahova, tehát halálban nem érdekel, tehát mi bajom lehet tőle, hát legyen boldog. De azért ugyanezt mondjuk gyerekként átélni, hogy valaki téged nem kedvel, meg a hátad mögött beszél róla, és ez csak apróság, és akkor még nem a véred akarja, meg fotót oszt meg rólad, meg ki akar csinálni, nem csak egyszerűen nem kedvel, az is igen. Mennyire felnagyult, nem, most gyerekként, hát persze, és most azt mondod, hogy ez 24 órában elkísér igen. Mindenhova. Igen, hát most gondold el, hogy mondjuk amikor ott, tehát ugye egy bullying helyzet is akkor működik, amikor megszégyenít sok mindenki előtt a másik, hogy én vagyok az erősebb, mindenki látja. Most ez hatványoz meg az interneten, a platformokkal, ott az ott lévő emberekkel, amikor elküldesz egy képet. Tehát ez egy sokkal nagyobb és sokkal elterjedtebb és egy nagyobb bántalmazás, még ha a gyereknek ez nincs is meg tudatosan, de tudat alatt ezt ő pontosan átéri, ugyanis ugye a Facebook is, meg az összes platform, tudom, emlékszel-e, még ugye ez kb. 2003-ban vagy 2002-ben jött a like button, a like gomb a Facebookra, onnantól kezdve vált ez egy versenyé. Onnantól kezdve jött ez, hogy akkor kinek van több követője, a gyerekek meg ugye szeretnek versenyezni, csak most már nem a sportokban versenyeznek, hanem a követőgyűjtésben. És hát ráadásul azért, itt most megint utaljunk vissza egy picit akár a pszichológiára, de fiziológiára is, hát azért azt tudjuk, hogy ezek a lággyűjtések azért elképesztően erős dopamin termeléshez vezetnek, tehát gyakorlatilag ugyanazon az alapelven működik, mint hogy a chips is működik, meg az M&M's cukor, hogy egyszerűen ugye ott van az igény, megeszem, és ettől hirtelen lesz egy dopamin megerősítés, ergo újra akarom. Tehát ez a like, ez ugyanilyen, hogy 3 percenként, tehát felrak valamit a Facebookra mondjuk, vagy bárhova, és 3 percenként megy vissza, hogy megnézze, hogy mennyi van, és extrém esetben már ráír a barátaira, hogy lettek ilyen szemetek. Igen. Én nem látom még, hogy lájkoltok, ugye? Tehát, hogy igen. Ez ennyire extrém. Igen, ez olyan szinten, hogy itt sokkal többször és sokkal erőteljesebben ugye a dopamin, az ugye, ahogy mész vissza, sokkal többször a szervezeted ugye dopamin termel, elkezdődik ez. Tehát egyre kevésbé
okoz már utána örömet, hogy mész vissza, egyre inkább keresed ugye a még komolyabb, meg még olyan dolgokat, ami a dopaminban... Tehát erőteljesebb inputra van. Erőteljesebb impulzusokat, és a többi, tehát ugye ez az addikciónak a tökéletes melegágya innentől kezdve, és akkor... De azt tudjuk, hogy a közösségi média nem addiktív, ugye nem. A közösségi média tulajdonosai szerint ez nem addiktív, ugye erről többször nyilatkoztak ugye kongresszusi meghallgatásokon, hogy ők nem értik, csak éppen a saját gyerekeik le vannak róla tiltva. Így van, pontos. Hát aki ugye látta a Social Dilemma című filmet, abban is ugye sokat beszélnek róla, azt mindenki javaslom megnézni, de ugye van ez a mondását, tudod, hogy a cigi sem addiktív, hogy nézzétek meg, én is már 10-szer leszoktam róla, nincs ebben semmi nehézség, könnyű leszokni róla. Tehát, hogy alapvetően ugye ezért küzdenek, hogy ezt az addikciót, tehát, hogy amit ez okoz, és akkor még ugye, hogy ezt vegyék ugyanolyan addikciónak, mint amit egy drog, az alkohol vagy egy cigaretta tud okozni, mert ugye ez akkor csúcsosodik ki, amikor elérünk a videójátékokhoz, és itt jön be például az a katonai vonal, amit senki nem foglalkozik vele, de ugye azt alapvetően tudjuk, hogy mik a chat szobák, az ilyen képküldés, az inkább a lányokat érintő probléma. A videójátékok, az pedig a fiúknál természetes módon, ugye a fiúk azok többet játszanak. Azok, ott van ugye ez a network játékokban, az egymást csesztetjük, meg egymásnak odaszólunk, ugye a chat, közben ugye megy ott csetelés is, miközben játszanak. Tehát az egyik része. A másik része viszont ugye ez egy gyakorlatilag egy szimulációs drill, és ennek erről nagyon sok nagyon anyagot lehet találni angolul, ugye nyilván, ami arról szól, és itt főleg például a Dave Grossman az nagyon sokat értekezik erről, hogy gyakorlatilag ugye amikor feltalálták a felugró céltáblákat, ugye utána jöttek a pilótáknak a szimulációs kabinok, és utána jöttek ugye, amiket mai napig is használnak, a szimulációs drillek, amiket ugye az elit alakulatokkal oktatják, akár ilyen épített városokban, különböző helyzetekre, szituációkra ugye felkészítik őket. És itt szoktam mondani azt a példáját, ami nagyon-nagyon szemléletes, amikor az egyik lövöldözés Amerikában az úgy zajlott, hogy bement a srác az iskolába, pisztolyra a kezében, vagy a puskával, nem is tudom már mi volt nála, egy fegyverrel a kezében, és elindult a folyosón, és folyamatosan bum, pontos fejlővés, 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 lelőtt 10 felnőttet meg gyereket, aki éppen az útjába került, tökéletes fejlővéssel, majd jött egy tanár, kiugrott egyik szobába, és ráüvöltött, hogy tedd már le azt a rohadt fegyvert, és letette a gyerek, és elkapták, és utána megnézték, hogy mi történt itt, és következő dolog volt, a gyerek az minden este hazament az iskolából, leült a géperő, és tökéletes fejlővéseket gyakorolva egy játékkal játszott. Ugye folyamatosan drillezte be a tudás magának készség szintre, bám, 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 fejlővés. És minden este bejött az anyja, és ráüvöltött, hogy gyere már enni, nem igaz, hogy az a rohadt játékkal kell mindig játszanod. És a gyerek lerakta a játékot, és ment enni. És ugye ez egy készségszinten beidegződött nála, és gyakorlatilag ugye erről nagyon, ezért nagyon-nagyon nagy probléma, nem csak azért, hogy addiktív az a videójáték, hanem azért, mert mondjuk az agyban, amikor lejátszódik egy ilyen, ugye, amikor mondjuk ott vagyok a barátokkal, és elkezdek egy ilyen játékot játszani, ugye ott abban gyilkolás, ölés, vérfröcsög, én közben popcorn teszem, üdítőt iszom, beszélgetünk, röhögcsérünk, tehát ugye ez a két dolog összekötődik egyrészt az embernek, a gyerekeknek a fejében, tehát ugye ez ugye a pavlovi reflexként ez így összejön, és akkor utána meg jön ugye a Skinner-féle módszertan, amikor meg ténylegesen egyfajta ilyen operáns kondicionálásként a gyerekek ebben a játékban bám, bám, bám mennek, és szépen ez bőlük, és tudat alatt ugye egy készségszintű tudást szereznek, pontosan ugyanazzal a módszertannal egyébként, amilyen szimulációs drillekkel a katonákat képzik ki. Sőt, az elit katonákat. Az elit katonákat, így van, pontos, az elit osztagos katonákat. És erre is például már nem egyszer volt szó, és próbálták ugye ezt átvinni a játékkészítőknél, akik természetes módon ugye az élményt fokozandó próbálják minél életszerűbbé tenni a dolgot. Minél életszerűbbé teszed a dolgot, annál jobban lehet kondicionálni, és annál jobban tudod az életre átvéve megcsinálni ezeket. De semmivel nem viselkednek más, hogy egyébként a közösségi média tulajdonosai és a játék fejlesztő nagy szoftvercégek, mint mondjuk a 70-es, 80-as években a cigarettagyártók. Tehát gyakorlatilag a végtelenségig tagadásban vannak, és egészen addig, ameddig nem történik egy teljes pályás letámadás,
Addig gyakorlatilag köszönik szépen, jól vannak, és a Bahamákon ők élvezik az életet. Pontosan, és itt van ugye a másik nagy probléma például, amire azt is szokták mondani, nem is tudom, most olvastam valakitől, hogy ez a gyakorlatilag a klímaváltozással egyenértékű probléma, amivel már szembesülünk, ugye ez az attention grabbing economy, tehát ugye ez akkor arról szól gyakorlatilag, hogy ugye a nagy tech cégek, ugye Facebook, ha belegondolunk, a Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ezeknek az ökántokért kell fizetni egy fillért is valakinek? Nem. Egy forintot nem kell fizetni, hogy ott legyünk, ugyanakkor ezek dollár-trilliós cégek, tehát nekik nyilvánvalóan innentől kezdve, ha megnézzük a mögöttes folyamatokat, akkor egy ilyen cégnek az az érdeke, hogy minél több időt töltsünk azon az adott platformon. Tehát ilyen módon mondjuk a versenyzik a Facebookkal a YouTube, de versenyzik a Netflix is vele, mert ő nekik az a céljuk, hogy minél több időt ott töltsek, ott tudják tartani a figyelmemet. Na, ahol a legtöbb figyelem van, oda megy a legtöbb reklámpénz. Tehát ugye a nagy reklámozók, oda fizetek a legtöbb pénzt, ahol a gyerek mondjuk a legtöbb időt tölti. Úgyhogy ez a YouTube, akkor a YouTube. És ezt hogyan érik el? Hát nyilván, hogy mondjuk mindenki, aki már felment a YouTube-ra, és szerintem mindenki volt már YouTube-on, beütsz egy videót, megnézed, akkor utána mi történik, ha megnézted? Automatikusan elindul, mondjuk 6 másodpercből egy következő videó, de olyan videó, amit mondjuk nem feltétlenül te választottál, hanem tartalom ajánlása, mondjuk a YouTube egy olyan videót rak oda neked, ami nem érdekes, vagy nem mondjuk tanulás szempontjából fontos lehet számodra, hanem ami a figyelmedet ott tartja. Hogyha ez egy extrém videó, meg gördeszkás esések, meg ilyen poénos dolgok, akkor ugye az lesz. És ugye ezeket pörgetik ott. De a Netflix is olyan, hogy elindítod a sorozatodat, megnézel egy sorozatot, akkor utána nem leáll, hanem 6 másodpercben elindítja a következő részt, ami természetesen a legizgalmasabb résszel indul. Tehát folyamatosan ugye megpróbál ott tartani. És ugye a gyerekeknél is, meg a felnőtteknél is, például ezt is el szoktuk mondani, hogy alapvetően ez egy nem a platformokkal, meg nem a közösségi médiával van baj, hanem azzal a profit modellel, ami mögötte üzemel. Ami profitot maximalizál, semmi más nem érdekli, semmi más nem vesz figyelembe. A lényeg, hogy minél több adatot tudjak mindenkiről gyűjteni, minél több adatom van, ugye a Facebook, YouTube iszonyatosan sok adatuk van rólunk, és ezt az adatot értékesítik gyakorlatilag, a rólunk szerzett adatokat, tehát minket értékesít gyakorlatilag a hirdetők felé. Akinek a legtöbb, legszofisztikáltabb adatai vannak, azok fogják oda a legtöbb pénzt fizetni. És ebben valami már egyébként elindult, mert ugye mondjuk a Zuckerbergék, a Facebook nem igazából, ugye ahogy te is mondtad, már meghallgatás volt, nincs itt semmi baj, nincs semmi látnivaló, minden rendben van, csak hülyeségeket beszélnek. De például az Apple az már elkezdte ezt a vonalat, hogy elkezdte egy kicsit azt mondani, hogy jó, akkor ne úgy állítsuk be mondjuk az alkalmatásainkat alapban, hogy minden adatot gyűjthet rólad, hanem minden egyes adatot, amit akarnak gyűjteni, meg kell adnod, hogy gyűjtheti rólad. Tehát be kell x-elned, aktívan tenned kell érte, hogy azt az adatot megkaphassák rólad. Rögtön neki ment a Facebook természetesen, mert ugye ez neki nem tetszik, mert ugye ez már profitba vágó dolog. Tehát, hogy valami elindult ezen a vonalon, meg elkezdődött, de manapság olyan hihetetlen hatalommal van mondjuk a Facebook ilyen téren, olyan egyeduralkodó platform, hogy nagyon sok helyen például már ők befolyásolják azt, hogy mi történik, az emberek mit gondolnak, mert ezekkel a mechanizmusok által viszontosan tudják az embereket befolyásolni. És ez alapvetően azt is szokták mondani, hogy ez egy újfajta pandémia, ugye? Mert hogy ebből hogy jövünk ki, azt nagyon nehéz megmondani, mert ugye ez már kormányzatokon átívelő dolgok, amikről beszélünk. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, és akkor ez még hozzáteszem a mesterséges intelligenciát, ugye az algoritmusokat, mert ugye ezeket utána mögött egy algoritmusban be vannak táplálva ezek az adatok, amiket rólunk gyűjtenek, amikor mondjuk rákattintok egy oldalra, megnézek egy ruhát valamelyik webshopban, megnézek, letöltök egy alkalmazást. Ezek visszaköszönnek majd később ajánlat formájában, és ettől leszünk értékesek, hiszen pont azt az ajánlatot kapom meg esetleg, amit keresgéltem 2 hete. Hát persze, ez ugye mindenki, én azt meg szoktam csinálni a gyerekekkel, amikor oktatok, hogy mondjuk elkezdek rákeresni valami teljesen off témára a neten, ott eltöltök be 10-15 percet, és utána megnyitom az Instagram, meg a Facebook falamat, és akkor hirtelen ott lesznek azok a hirdetések. Múltkor rákerestem egy iPhone 12 tokra,
webshopba bementem, kosárba beraktam ilyeneket, meg mindenhol megnéztem, és azonnal ott volt, hogy 3 hirdetés. Hát, hogy ez ilyen tökéletesen egyből gyorsan működik, és a gyerekek is néznek, hogy olyan, fú, oké, hát ezt nem is gondoltam volna. Csak ugye amikor ezt már ilyen szinten vagyunk, és még nem beszéltünk arról, amiről aztán senki nem beszél, hogy például ezek az algoritmusok, ugye amik ott vannak mögötte, hogy ezeket az algoritmusokat megírják cégek. Van egy olyan második vonalbeli, teljesen láthatatlan cégek, akik milliárdos cégek, ezekből az algoritmusokból élnek. Ez az influencer témánál szoktuk ezt előhozni, hogy tudjuk kutatásokból, hogy a legmenőbb influencerek, akik több milliós követőbázisa amerikai influencereknek, a 40-50% a követőinek az egy bot, algoritmus, mesterséges intelligencia. Bankkártyával meg lehet venni, és akkor megveszel mondjuk 10 000 követőt, és akkor azt megadhatod, hogy 2 hét alatt fokozatosan kövessen be téged. Először csak bekövet, aztán olyanokat is tud, hogy te vagy a legszebb, kommentál. Nálad szebb a világon nincs, hú de jó a hajad. Tehát mindenféle dolgokat meg tud adni. És alapvetően ugye ezeket meg kell írni, tehát ezeket az ilyen kamu profilokat, ugye ezeket létre kell hozni, és hogy ezekkel ugye lájkoltatják. És akkor, amikor hallunk ilyeneket, hogy feltörtek egy, nem tudom, banki adatokat, meg feltörtek ilyen, meg olyan szolgáltatót, 1 millió adat, 1,5 millió adat, tehát ezek azok, amikor ezek az adatokat feltörik, és akkor ezeket így betáplálják ilyen random módon ezek az algoritmusokba, és így tudnak képezni például ilyen nagyon valósághű robotokat, vagy botokat, amik ugye így lájkolgatnak. És a gyerekek meg ugye, ez a probléma, ez a gyerekek meg ezt látják. Hát ennek mennyi követője, milyen népszerű, és ez meg egy felépített valami. Sőt, még pénzt is keres vele, tehát ez egy karrier. Így van, és hogyha aki nem látta, például ezt meg lehet nézni, az HBO-n van egy nagyon jó dokumentumfilm, erről az a cím, hogy Fake Famous, álhíres magyarul, tökéletesen bemutatja például az influencerek világát, 3 ilyen kiválasztott srácot, fiút, lányt felépítenek egyik nulláról, tökéletes influencer, és mutatja a világot, hogy a hátsó udvarban mindenki ismeri ezt a kagyló alakú homokozót, abban vizet töltve, virágszirmokat bele, Dubajban egy nem tudom milyen merencébe vagyok, akkor ki lehet bérelni például Los Angelesben, annak olyan repülőgép törzsek, amiben kibéreled egy órára, és akkor beülsz, és ott fotókat csinálsz, mint hogyha repülsz valami luxus utazásra éppen. Tele van ilyen kamu, ilyen képekkel, videókkal, tök jó, nagyon jó, nagyon jó az a film, nagyon érdekes megnézni, hogy milyen ez a világ, mi van mögötte. A gyerekeknek szoktam mondani, hogy nézzék meg, persze nem nézik meg, csak a leülteted és megmutatod nekik, mert nem akarják összetörni ezt a dolgot, de megmutatják, hogy mivel jár az, amikor el kell utána fotózgatni, ez az, kapod a kert. Figyelj, erre csak azt tudom mondani, hogy 3 hete történt, hogy valamelyik népszerű influencer, nem tudom melyik fórumon, de éppen nekünk hozott ki pizzát, a fiam rendelt pizzát, és megjelent, és a fiam mondta, hogy hát ez egy népszerű influencer. Hát mondom, úgy látszik, hogy mégsem fizet olyan jó ez az influencer történet. Ez neki is egy ilyen meglepetés volt, hogy mi van, ez hogy is néz ki. Hát ja, igen, tehát hogy máshogy néz ki a történet mondjuk az Instán, amikor minden elvágólag és gyönyörű és pálmafák, de hát sajnos ki kell vinni a pizzát. Így van, meg hát ugye az, hogy a gyerekek hát olyan szinten azt képzeld, hogy megkérdezem tőlük, hogy mondjuk mennyit keres egy influencer egy poszttal, és megmondják pontosan, hogy Magyarországon mennyit kérhet érte, meg Amerikában is, szinte dollárra, meg forintra pontosan, teljesen képbe vannak ezzel a világgal, úgyhogy ez egy ilyen, tényleg így nagyon érdekes, de hogy alapvetően a gyerekeket egyébként ki lehet ebből valamilyen szinten rángatni, csak marha nehéz, tehát nagyon-nagyon nehéz, és nem lehet csak úgy, hogy én majd szabályozom, és ja, ezt akartam mondani, hogy ugye ma a legnagyobb probléma az pontosan az, hogy ami történik jelenleg a piacon, hogy nagyon sokan beszélnek erről a témáról, és mindenki ugyanazt mondja, hogy kontroll, meg szabályozni, meg ilyen szűrőt felrakni, meg olyan monitoring szoftvert, meg ezeket megcsinálni, és akkor meg üljünk le a gyerekkel, és akkor beszélgessünk, de arról már nem folytatják, hogy miről beszéljünk a gyerekkel. Miről tudunk beszélni ezen a területen. Hogy lehetne ezek igazából jól kérdezni? Tehát én azt látom, hogy leül a szülő, és elkezdi mondani az okosságait. Nyilván utána ő is megnyugszik, hogy na elmondtam, na hát igen, pontosan. Igen. Most már le van a vállamról a teher. És én ezzel mindig úgy vagyok, tudod, hogy van egy olyan, nem vagyok mint a szülő, tehát nagy valaki ezt úgy értelmezze, de én azt látom, hogy a legrosszabb mindig az, amikor én erőltetem ezt a beszélgetést, viszont
Nálam az a szabály egyébként, hogy abban a pillanatban, hogy gyerek csak megmukkan és egy kérdése van, és én bármit csinálok, akkor az a tárgy, az vagy kiesi a kezemből, vagy lecsukom a laptopot, és nem érdekel, hogy mi van, mert végre valamit mondani akar, és erre nem lesz utána lehetőség. Tehát ha most nem figyelek oda, akkor benne az marad meg, hogy egyszer azért volt egy olyan, amikor pont akkor akartam neki elmondani, és akkor nem figyelt rám meg, úgy hümmögött, de közben gépelt. Tehát ezt nem szeretném átélni. Ez csak egy tanács a szülőknek, hogy ez szerintem egy hihetetlenül fontos dolog, hogy lehet, hogy éppen az élete legnagyobb problémáját akarja megoldani, vagy csak annyit akar, hogy aha, és pont akkor nem vagy ott. Pontosan, meg ugye, igen, ez nagyon jó, amit mondasz. A másik egyébként, amit szoktuk mondani, és a szülőknél megkérdezzük, akkor ugye minden szülő az, hogy én nem netezek sokat. És akkor megnézhetjük velük mondjuk a képernyőidejüket, azt akkor elcsodálkoznak, hogy jé. És akkor mondjuk azt nekik, hogy igen. Tehát ugye ott kezdődik a dolog, hogy a gyerek mintákból építkezik. Tehát, hogyha a szülő nyomkodja a telefonját az evés közben, akkor ne csodálkozzon, hogy a gyerek is nyomkodja a telefonját. Vagy ha folyamatosan telefon nyomkod, állandóan a szülő, a gyerek is ugyanazt fogja csinálni, és sőt, akkor felhatalmazva érzi magát. Tehát szoktuk mondani, például mi azt szoktuk javasolni, hogy képezzenek a lakásban ilyen telefonmentes zónákat, mind az étkező asztal, mondjuk a hálószoba, a konyha, tehát hogy megvannak azok a helyek, ahol nincs telefon. Tehát ahol nincs telefon, tehát ahol tiltott a telefon. A másik, amit szoktuk mondani, az a detox, tehát ugye csináljunk egy ilyen egynapos, vagy egy detox, ugye itt ez abból indul, hogy addiktív a telefon. Ugye aki a social dilemmát látta, az ugye pont ott van is erről szól, hogy az ember folyamatosan nézegetni akarja. Szülőként is, ha belegondolsz, csippan egyet a telefonod, már veszed fel. Este még lefekvésőt ránézel még egyet, hogy akkor még jött-e valami legtöbben nyilván erre a dologra. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ez is egy olyan függőség, például a gyereket csak úgy lehet bőle kirángatni, hogy összepakolunk, és mondjuk elmenni egyet ki a vidékre, mondjuk valami erdőbe túrázni, ilyen helyekre. Két napig horror lesz. Tehát, hogy az katasztrófa lesz nyilván, mert a gyerek az minden áron mindent elkövet, mert hogy jött a barátai, meg kimaradok belőle. Ugye van erre is már egy gyönyörű szép kifejezés, ez a FOMO, ugye fear of missing out, tehát, hogy kimondottan az, hogy kimarad valamiből, de két nap után meg elkezd érdeklődni más dolgok iránt, más dolgokba is belekezd, meg elkezd ilyen közös dolgokat csinálni. Tehát tökre olyan, teljesen olyan, mint mondjuk egy ilyen drogról lejönni, egy ilyen addikció ebben a dologban, és hogy ezt csak akkor tudja is megtenni, hogyha szülő ebben partner meg segít, és sajnos itt van a legnagyobb probléma, hogy... Meg minta. Minta, így van. Tehát, és ez legtöbben nem így gondolkodnak, legtöbben úgy gondolkodnak, hogy addig is nyugton vagyok. Amíg a gyerek nyomkodja a ügyőt, meg addig nincsen vele bajom. Utána... Igen, bocsánat, ezt hadd mondjam, mert lehet, hogy példa, lehet, hogy rossz példa, de az is példa. Szóval, hogy ez nálunk tényleg úgy nézett ki, hogy onnan kezdtük az egészet, hát nyilván akkor még nem volt ilyen erőteljes social történet, de onnan kezdtük, hogy az elsősorban tévé csak a nappaliban volt, és ott is szekrényben. Én ezt értem, az én furcsán hangzik, de nem kell egész nap menni a tévének, mert nem gondolom, hogy abból kell mindent megtanulni. És az első lépés, amikor már nem tudtuk elkerülni azt, hogy telefont kapjanak, mert nem azért, mert mindenkinek volt, mert az nem érdekelt, hanem egyszerűen azért, mert hogyha fel akartuk őt venni, stb., akkor egyszerű volt a kommunikáció, akkor már mindenkinek okos telefonja volt, ők kaptak flipet, amivel egyébként ők voltak a legcoolabb gyerekek egyébként a környéken, mert mindenkinek flipfon kellett volna. Csak azt már nem lehet kapni. Tehát szó szerint egyébként telefonból be kellett mennem és megvenni a régi Samsungot, amit kibírtak mosni, kiesett az emeletről, ez mind megtörtént velük, de ők voltak a legkulabb gyerekek a környéken, mert nem semmi, érted? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket ki lehet tolni, és ugyanakkor nálunk is, amiket mondtál, ezek a szabályok megvannak, hogy étkezésnél nincsen telefon, hálószobában nincsen telefon, laptop és iPad, és ez nem úgy néz ki, hogy nekik nincsen, hanem senkinek nincsen. Igen. És pont ez lenne a legfontosabb, hogy nem tudja azt mondani, és neked miért lehet? Nem, lehet, de én sem használom, én sem viszem fel. A telefon maximum úgy viszem fel, hogy le van kapcsolva, az ébresztő funkcióját használom csak éppen azért, hogy reggel tudjam vinni suliba a lányomat. Szóval hogy én azt gondolom, ezeket be lehet vezetni, de amikor valaki már függő, akkor ezek baromi nagy tervezést igényelnek, hogy az ember ezt meg is tudja tartani. Meg hát nagyon sok energiát, meg ugye ez elrejték, hogy szoktuk mondani, tehát ez nem úgy van, hogy egyszer megcsinálom, és akkor úgy van. A gyerek az próbálkozik, mindent kitalál,
Hát ott nagyon sok kitartás, meg energia kell ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, tehát valami fajta elhatározás is kell egyébként a szülő részt, hogy ezt meg akarom tenni, és sokszor itt van a hiba, ugye, hogy a szülőnek nincsen rá ideje, dolgozni kell, nem tud ezzel foglalkozni, az egész szabad idejét akkor erre kell tölteni, és akkor ugye jönnek ezek a kifogások, hogy akkor úgyse tudom megcsinálni, majd a tanár megoldja, majd megoldódik, majd kilövi a gyerek. Ugye ez a klasszikus mondás van, ugye ezt a közel az vagy ez is, ugye az excuses are reason for failure. Tehát ugye ez a tipikusan az, hogy ahogy a kifogásokkal gyönyörűen eljutsz a bukásig, mert ez másról nem vezet. Sajnos, és ugye ez a szülőknél sajnos ez ebben az irányban megvan. És én azt látom, hogy az is nagy probléma, hogy elindultunk egy, vagyis hát már évek óta egy olyan irányba megyünk, hogy születnek a jobbnál jobb honlapok a különböző tippekkel, meg tanácsokkal, meg mit csináljon, meg mi legyen szülőknek, gyerekeknek, stb. Aztán, hogy erre egy gyerek nem klikkel, abban egészen biztos vagyok, vagy legalábbis nyilván, hogy nagyon kevés, de hogy ez egy olyan dolog, hogy ez nem működik ilyen pool módon, tehát nem működik úgy, hogy kirakjuk az infót, és akkor gyertek ide, és akkor fogyasszátok. Ez csak úgy működik, hogy a megfelelő tréningen, meg képzéssel oda visszük hozzájuk, és oktatjuk nekik. Tehát egy szülőnek sincsen egyszerűen arra órái, meg napjai, hogy elkezdjen böngészni a neten, szűrje az információt. Hát jó, meg ez is egy tartalom, tehát amit ti kínáltok is egy tartalom, ami más tartalmakkal versenyzik. Tehát nyilvánvalóan, hogyha te úgy döntesz, hogy téged nagyon nehéz megtalálni, bármilyen fogva, miközben az egyéb tartalmat meg baromi könnyű, ami ömlik rájuk, akkor hát vajon melyiket fogja megtalálni? Hát nyilvánvalóan azt, amit az, ahol nem kapja meg azt az információt, amit ti próbáltok megosztani akár a gyerekekkel, akár a felnőttekkel. Igen, csak ugye egy idő után meg rájönnek arra, hogy nem működik. Tehát, hogy ez a tök jó, hogy ott van, meg kirakják, és jó, hogy van rá lehetőség. Jó, hogy jön egy újabb képzés, és elmondja, valaki elmondja megint, hogy akkor mi a probléma, de egy általában ott hibázik az egész, hogy nem kapnak megoldást. Nem kapnak gyakorlati megoldást, hogy hogyan álljanak neki a gyereknél ennek a dolognak. És mondjuk mi nálunk ez tök jól működik, és még nem is tartunk a végén, mert mondjuk az álmom meg a végcél az ugye az lenne, hogy mondjuk ebből az ismeretszélesítési dologból. Tehát először is legyen egy állandó monitoring, én most ezen dolgozom a képzéseknél is, hogy mindig információt gyűjtök a gyerekektől. Tehát ilyen kimondott egy fókuszcsoportos módon, tehát szépen így kontrolláltan. Ismeretszélesítés után pedig legyen egy olyan e-learning alapú képzés, amit mondjuk a gyerekek el tudnak végezni, ilyen egyszerű, a tényleges a monitoringból látható veszélyekre fókuszálva, mondjuk olyan drilleket, meg olyan szimulációs gyakorlatokba helyezzük bele különböző módon őket, hogy rájöjjenek és felismerjék. Mert ugye egy tinédzsernél az a legnagyobb probléma, hogy nem csak azt nem veszi észre, hogy éppen cyberbullying áldozatává vált, hanem azt sem veszi észre, hogy ő éppen most valaki zaklat, vagy valaki áldozattá vált ő általa. Tehát nincsen tudatosan meg bennük ez, hogy mit szabad, mit nem szabad. Csinálják, ott vannak, nincsen szülői kontroll, nincs ott szülő, aki rájuk szól, hanem ott vannak, egymást osztják és tolják, és láttam már olyan párbeszédeket, hogy a magyar nyelvnek az összes káromkodása fel volt benne sorolva, tiniknél, tehát minden létező dolog, és ezeket ilyen természetes módon használják, több kontroll nélkül. És ugye itt alapvetően én ezt mondom, hogy azt a gyereket meg kell tanítani, hogy észlelje, meg lássa, hogy mi az, ami történik, meg milyen problémát okozhat ez a dolog. Ez viszont és mi, ti mit tudtok tenni azért, így most már a vége felé, mit tudtok tenni azért, hogy ez az információ az a lehető legtöbb személyhez eljusson, legyen a szülő, tanár, vagy éppen a gyerek? Tehát, hogy mekkorák vagytok, hogy... Vagy úgy is kérdezhetném, hogy mikor lesz ez kötelező tantár, tehát bármelyik permutációja ennek a kérdésnek megfelelő. Never ever. Tehát ez a tantárt, mikor fog bekerülni, hát ugye az a legnehezebb dolog bármit is berakni. Ezt mondom úgy, hogy látom, hogy én imádom az egri csillagokat, de amikor az én 15 éves lányomnak is az a kötelező olvasmány, ami nekem volt mondjuk 25 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, lehet, hogy nem jó példa, de hogy nagyon sok van, ugye ez változatlan. Amivel most például az MCC Fitben is, amit csinálunk, hogy az iskolán kívül gyakorlati tudást kapnak a gyerekek, tehát próbáljuk rávinni. Én az internet használat kapcsán próbálom ezeket rávinni. Én azt tudom csinálni, és elég jól működik, most már van egy
800-es közösség a digitális önvédelemnél, és folyamatosan jönnek a felkérések iskoláktól, tantestületektől, az iskolák áldoznak rá, jönnek a felkérések, hogy ebben segítsünk, abban segítsünk, hogy oktassunk, jöjjünk oda a gyerekeknek oktatni. Hál' Istennek ebből tényleg egyre több van. A másik vonalon amit ezt is régebben beszélgettünk például erről, hogy én nekem meggyőződésem, hogy ezt például be lehet vinni a nagyvállalati oldalról is, ezt a tudást, és most elindultunk egy ilyen vonalon is például, hogy ugye a nagyvállalatban ülő alkalmazott a kiszülők, a legtöbb a szülő, aki ott ül, a nagyvállalatok pedig folyamatosan mindenféle tréningeket, képzéseket tartanak az alkalmazottaknak. Ez egy tökéletes képzési téma, ugyanis ez egy forró téma, a legnagyobb problémát okozza a szülőknél, és amíg egy iskolának mondjuk egy ilyen képzésre mondjuk a pénzt összeszedni, az iszonyatos nehézség, meg pályázatok, meg a fenntartótól kuncsorogni, addig egy vállalatnál például egy ilyet összerakni, az mondjuk azt, hogy az angolnál peanuts, tehát hogy itt gyakorlatilag tényleg ilyen semmiben nem telik kis költségbe, tehát próbáljuk ezt csinálni, én próbálok minél többet a marketing meg a PR régi tapasztalatomból, én ugye 2 éve fel is hagytam azzal a szakmámmal teljesen, és csak ezt csinálom. Próbálok azzal, abból építkezve minél több helyre eljutni, és ez most kezd egyébként beérni. Most már keresnek innen-onnan. Már van olyan, hogy egy városból felhívott egy képviselő például, hogy a bűnmegelőzési büdzsét szeretnék erre fordítani a városban, és hogy iskolákat finanszírozni, hogy akkor ilyen képzést kapjanak. Úgyhogy most már inkább én azt látom, hogy a legnagyobb probléma inkább a kapacitás hiányon lesz majd jövőre. Hát, hogy ugye itt... De nem baj, mert akkor majd szakembereket kezdtek el. Így van, trainers. Tehát ismerlek azért régóta. Ez most nem negatív módon mondtam, tehát nem félreértsd, hanem ez teljesen pozitívan. És akkor benneteket hol találnak meg? A legegyszerűbb a Facebookon a digitális önvédelem nevű oldalon, illetve hogyha a nevem pöltlákos.com oldalról meg én róla lehet mindenféle infót megtalálni, de a digitális önvédelem oldalunkon a legegyszerűbb, hogyha ott rákattintanak, és onnan elérhetők vagyunk folyamatosan jönnek is a kérések, úgyhogy ott a legegyszerűbb elérni minket. Szuper. Ákos, én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Bízom benne, hogy azért ez pár ezeren majd ezt megnézik, ezt a műsort, és akkor hát, ha egy kicsit nagyobb figyelem irányul erre a témára, ami azért elég érzékeny, meg ahogy te is mondtad, forró téma, tehát ezt nem lehet megkerülni, ez nem fog magától elmúlni, ha nem beszélünk róla. Úgyhogy köszönöm szépen, el is telt az 1 óránk, amit általában próbálok tartani, elég gyorsan elrepült. Igen, gyorsan elrepült. Én is köszönöm, Péter, meg én annyit még hadd tegyek hozzá, hogy egyébként én meg gratulálok a te dolgaidhoz, meg amit te csinálsz itt, és megtiszteltetés és hozzá podcastodban szerepelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszi. Szia. Köszi. Szia. Hello.